Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fel a barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között. Így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi. Egyházi körökben ismert szimbólum, nem tudom milyen régi, a gumicica. Kisgyerek mindenét kész odaadni a Jézuskának, és mikor már minden kedves játékát odaadta, nehez legyen a Jézuskáért, meg feküdj le szépen, akkor kiderül, hogy a gumicicájától nem hajlandó megválni, a gumicica az marad, azt nem adja oda Jézuskának. Ez így hasonlatként, szimbólumként állandóan használatos, a gumicicáink, a ragaszkodásaink, dolgok, amiket nem adunk Istennek, és ezzel lelepleződik, hogy igazából mégse teljes szívünkből szeretjük őt. A gazdag ifjú története a vagyonhoz való ragaszkodásról szól. Az, hogy tartsa meg a parancsokat, az olyan magától értődőnek tűnik neki, és most következne az, hogy hát mit még? Jézus hirdet egy evangéliumot, küszöbben áll az Isten országa, valami drámai fordulat történik az üdv történetben. Ez a fiatalember elhitte, és adta volna azt, amit tud, a lelkesedését, a munkaerejét, mindenét Jézusnak. Elhitte, hogy valami nagy dolog történik, és kész volt áldozatot hozni érte. De amikor Jézus azt mondja, hogy add el mindenedet, és oszd ki a szegények között, akkor egyszer csak rájön, hogy azért mégsem. Azt azért nem. Ő kész lett volna a vagyonából szolgálni az ügyet, de hogy megváljon a vagyonától, hogy a vagyon nem akadálya, nem elősegítője, hanem akadálya az ügynek, ez túl sok volt neki. Ezt a mentalitást megfigyelhetjük anyagiak terén, keresztények között is. Sokszor olyan fájdalommal láttam, hogy mihelyt egy örökségről van szó, vagy valami olyanról, ami a pénzügyeinket érinti, elveszítik az igazságérzetüket, elveszítik a testvéri szeretetüket is, testvérek lesznek egymásnak halálos ellenségei, pénzről van szó, és az mégiscsak az első, a pénz imádat, amiről Pál apostol kereken kimondja Kolosszai levélben, ha jól emlékszem, hogy a kapzsiság az bálványimádás. Érdekes módon egyik másik bűnről sem mondja, bár elég nyilvánvaló, hogy minden bűnnél arról van szó, hogy valamihez jobban ragaszkodunk, mint a teremtőhöz, valamilyen teremtményhez, de a kapzsiságnál ez külön kiemeli, hogy az bálványimádás. Mert Jézus is mammonnak, tehát hamis istenségnek, a föniciai vagyonistenség neve volt,
hamis istenségnek mondja a pénzt, ez valami megkülönböztetett szerepet játszik az emberek életében, de egyéb gumicicáink is vannak. Van, aki a kényelméhez ragaszkodik, van, aki a hiúságához ragaszkodik olyan módon, hogy azt nem lehet érinteni, anyagi áldozatot szívesen hoz, de az önérzetét nem szabad megsérteni, mert akkor gyilkolni kész. És vannak aztán kisebb gumicicák, amik úgy nehezebben lepleződnek le, hogyha valaki rendszeresen vizsgálja a lelkiismeretét, akkor találja meg. Ezért nem ok nélkül mondottam máskor is, hogy a keresztény számára a gyakori gyónás életföltétel. Nézzünk szembe abba azzal, hogy mi az, amiben nem tudunk javulni, és azokat a gyökereket vegyük célba. Szükséges azonban ehhez, hogy a dolog olyan gyakorisággal történjék, hogy ne menjen feledésbe minden, és ne csinálódjon minden vissza két gyónás között. A napi lelkiismeret vizsgálatot is ezért szorgalmazzák, sőt Loyolai Szent Ignác napi kétszeri lelkiismeret vizsgálatot kíván az ő lelki iskolájától. Van egy speciális lelkiismeret vizsgálat, partikuláris lelkiismeret vizsgálat, ami arra a különleges hibánkra vonatkozik, ami ellen most kiemelten küzdünk. Ez mindig csak egyetlen egy. Egyet kell, egy pontját kell az ellenségnek jól célba venni, és ha ott győztünk, akkor a többiben is győzni fogunk. És van aztán a nap végén egy általános lelkiismeretvizsgálat, akkor megköszönjük Istennek a napot, és megnézzük, hogy hogyan gazdálkodtunk vele. Ha valaki más szisztémában csinálja ezt, mint Szent Ignác, az egyáltalán nem baj. A lelki élet a trentói zsinat után erősen jezsuita indítások szerint szerveződött meg. Régebben más volt egy kicsit a struktúra, mások voltak a napi menetrendek. El lehet képzelni olyan dolgot is, hogy máshogy megy, este nagyon fáradt vagyok, esetleg reggel van időm hosszabban imádkozni, este megbánom a bűneimet, és reggel vizsgálom meg részletesebben, hogy miben kell változnom, ezt is megtehetem. De egy olyan gumicica erdőt fogok felfedezni, hogyha valóban hittel és becsületesen nézem a saját életemet, hogy a gazdag ifjú tragédiája személyes kudarcommá válik, és ebből a kudarcból őszintén fogok kiáltani Istenhez segítségét. És akkor már helyben vagyunk. Ha a csődünket beláttuk, és segítségért kiáltunk, mert önmagunkon nem bírunk segíteni, akkor már helyben vagyunk. Ez a kereszténység alapállása. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad.